otthon nem volt, volt egyszer egy magas hegycsúcs. A hegycsúcson egy kis fácska állt, aki arról álmodozott, mi lesz majd belőle, ha megnő. A fácska vágyakozó nézett fel a csillagokra, amelyek úgy cikráztak fölötte, akár a gyémánt. Szeretnék kincses láda lenni, kiáltott fel, beborítva arannyal és telve gyönyörű drágakövekkel. Én leszek a legcsodálatosabb kincses láda az egész világon. Múltak az évek, eső jött, aztán sütött a nap, és a kisfa nagyra és magasra nőtt. Egy szép napon egy favágó pallagott fel a hegyoldalon. Megpillantotta a fát és azt mondta, csodálatos ez a fa, éppen erre van szükségem. És a fa eldőlt a fényesen csillogó fejsze csapásai alatt. Most lesz bőlem szép kincses láda, gondolta a fa, csodás kincseket kapok majd. Egy asztalos műhelyében kötött ki, de az öreg asztalos nem gondolt kincses ládára. Gyakorlat keze alól egy ászal került ki. A szép fa nem gyémánttal és drága kövekkel lett tele, hanem fűrészborral és szénával az éhes állatok számára. Sok-sok nap telt el, és sok-sok éjszaka. A fa már majdnem elfelejtette egykori álmát. Ekkor, egy éjjel, fénylő csillag gyúlt ki éppen a fölött az istálló fölött, amelyikben a jászol állt. Vándorok érkeztek, és egy fiatal nő fektette gyermekét a jászol pol szalmájára. Bárcsak jobb helyet készíthetnék néki, mondta a férfi, aki mellette volt. Az anya megszorította kezét és mosolygott. A csillag rásütött a fényes és erős fára. Ez a jászol a legjobb hely neki, mondta az asszony. És a fa tudta, hogy teljesült az álma, kincses láda lett, benne volt a világ legnagyobb kincse.